Az egyik magyar népmesében a szegény ember, anélkül, hogy tudná, az ördögnek ígéri legkisebb, még meg sem született gyermekét. Aznap éjjel, amikor az ördög eljön a csecsemőért, az égiek tanácsára az ember kitesz az ablakba egy frissen sült kenyeret. A kenyér pedig beszélni kezd. Szóval tartja az ördögöt. Elmeséli, miként lett a magból kalász, a búzából liszt, majd pedig kenyér hogy mennyi tűrt, szenvedett, várakozott, amíg nőtt. Vágták, csépelték, őrölték, keresztették, sütötték. És amíg a kenyér mesél, egyszer csak megszólal a kakas. Hajnal lesz. Ekkor a gonosz léleknek már nincs hatalma. Az ördög eliszkol, a gyermek pedig megmenekül. Jó lenne manapság is egy ilyen hajnal, amely varázsütésre előzi a gondot, a bajt. Tisztelt honfitársaim! Évfél elmúlt. Kitüntetett pillanat, amit ünnepelni szoktunk minden évben. Egy új év kezdete. De ez az évforduló nem olyan, mint a többi. Hagyományainkhoz képest más volt a húsvétunk, az adventünk, a karácsonyunk, és most más a szilveszterünk. Mások voltak nemzeti ünnepeink, baráti találkozóink, családi együttléteink. Másként végeztük a munkát, másként érettségiztünk. Másként zajlottak keresztelőink, temetéseink. Tavaly ilyenkor még önfeledten kívánhattunk boldog új évet egymásnak. Alig telt el néhány hét, és az évi bizakodást félelem és bizonytalanság váltotta fel. Ma már alig van közöttünk, akit ne érintett volna közelről a járvány. Családtagokért, rokonokért, kollégákért, barátokért kell ma is aggódnunk. És volt, akit a szeretetünk sem tudott itt tartani közöttünk. Mindannyian vágyunk vissza vírus nélkül életünkbe, melynek adományait, lehetőségeit, szabadságát korábban oly természetesnek vettük. Hiányzik a társaság, a vendégeskedés, az utazás, a közösségi együttlét, a felszabadult ünnep. Újra szeretnénk látni a másik arcán a mosolyt, a boldogságot. Ismét szeretnénk aggodalom nélkül megrázni a barátsággal felénk nyújtott kezet. Szeretnénk feloldani a korlátokat. Szeretnénk már visszakapni azt az életet, amelyben kevesebb a fájdalmas lemondás. Hazakerülni a kórházból felgyógyulni a szövődményekből, egészségben tudni a családot. Tisztelt honfitársaim! Kórházainkban ezekben a pillanatokban is heroikus küzdelem zajlik. Orvosok, ápolók, asszisztensek, mentősök hoznak életmentő döntéseket most is, az új év első óráiban. Meghálálhatjuk -e ezt valaha is nekik? Meghálálható-e? A vége láthatatlan műszak, az órákig viselt kényelmetlen védőruha, a betegség fenyegető közelsége, a laborokban ébren töltött megannyi éjszaka. A hagyományos újévi fogadkozások helyett most tegyünk egyetlen komoly elhatározást. Elhatározást, hogy 2021-ben hálásak leszünk. Hálásak az életekért, amiket megmenthettünk az egymás segítő, megható pillanatokért. Hálásak az egészségügyben, a szociális intézményekben dolgozók hősies munkájáért, mert ők egyetlen persze sem adták fel. Legyünk hálásak a tudósoknak, mert kutatásaik segítenek egyre jobban kiismerni a nemrég még ismeretlen ellenséget, mert biztonságos védőoltáson, hatékony terápián dolgoznak. Legyünk hálásak a tanároknak, nevelőknek, mert újra és újra alkalmazkodtak, és a megváltozott körülmények között is szívvel, lélekkel folytatták munkájukat. Legyünk hálásak a földeken és a gyárakban dolgozóknak, az eladóknak, a szállítóknak, a rendőrzőinek, mert miattuk működött és működik az ország. Legyünk hálásak jó szóval köszönettel, fegyelmezettséggel, a másikra való odafigyeléssel, az igazság elfogadásával, a szabályok betartásával, a saját igényeink és érdekeink háttérbe szorításával. Legyen most kevesebb a kérdés és több az elfogadás, kevesebb a kételj és több a bizalom. Becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, írt a pálapostól. Éljetek egymással békességben, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez, törekedjetek mindenkor a jóra egymás iránt, és mindenért adjatok hálát. Ehhez kívánok mindannyiuknak erőt, még türelmet, testi-lelki gyógyulást és egészséget az új esztendőre.